született Tegerlőben? Itt. Szép kis falu, nagyon. Akkor szép volt. Igen? Akkor volt a legszebb? Akkor fiatal volt, ugye? Hát mindig akkor többen volt. Ismert mindenki, mindenki. Mindenkit ismert. Rokonság. Nagy események voltak ezek a disznóvesek, ugye? Annak a lekvárfőzés. Lekvárfőzés. Szilva lekvár? Milyen lekvár? Szilva? Szilva. Oda nekünk nagy kertünk volt. Uh-huh. Akkor szomszédok összegyöttek faggatni. Uh-huh. Akkor kavarni ugye a lekvárt. Én üstökben? Ilyen nagy üstökben? Nagy üstben. Uh-huh. Mamám még jó szakácsnő volt, mindenkinek főzött. Uh-huh. 5-6 családnak főzött, akkor az mint a disznótól olyan volt. És melyik a kedvenc receptje Lenke néninek? Ami olyan igazán egellőzői, amit ugye, a család a legjobban szeret. A rétes. A nem nagyon szóltam már, de új évben mindig rétes sütök. Mm. Hagyomány. Majd, sokat elárul, ami a kezemben van. Disznóvágás egerlővő. Minden évben vágunk legalább egy, de két disznót. És ez nagyon, csak mangalicát. Nagyon érdekes, mert ugye Lenke nénivel, aki itt született Egerlővön, elkészítettük az első ételt a sok-sok étel közül, mert kb. 10-13 ételt csinálnak egy disznóvágás alkalmával. A sült vért. Én azt gondolom, hogy ez minden korosztály számára egy nagyon érdekes étel, és miért is jó, Peti? Mert a hemoglobin szintemnek ez tökéletesen jó, és disznót vágunk itt, azóta eszem meg a sült vért hagymával, ebből soha nem ettem meg. Hát én gyerekkoromban lettem utoljára, úgyhogy ez egy nagy újra rátalálás erre az ételre, hát nagyon finom. És tudni kell a sült vérről, vagyis a vérről, hogy a tej meg a vér az, ami hogyha éhezik az ember, nagyon-nagyon sokáig bírja ezzel a két étellel, úgyhogy tökéletesen működjön a szervezet. Tehát benne van, a vérben megvan minden, így van, meg ásványanyag. Megtisztelik az állatot, és minden utolsó részét is feldolgozzák. Tehát mindennek megvan a helye az asztalon. Ugye mit jelent az, hogy ugye slow módon van tartva ugye egy mangalica, hogy slow food étel lesz belőle? Szabadon vannak, turkálnak, járkálnak, télen is kint vannak, tehát úgymond félig rideg tartásban vannak. Van, ahol mondjuk, ha jön állatorvos vizsgálni, beviszik őket, de amúgy szabadban vannak kint, úgyhogy tudnak mozogni, tehát van mozgásterük, friss levegőn vannak, tehát pontos szerintem minden állat számára, hogy meg mint az embereknél is, hogy mozog, tehát mozgás legyen, levegő legyenek, friss levegő legyenek, ez fontos. És mennyire más az íze, mondjuk az intenzív tartású sertéshús és mondjuk a... Hát szerintem most az emberek az a baj, hogy nem nagyon tudják megmondani a különbséget, mert a boltban nem nagyon kapható olyan mangalicának a húsa, ami szabad, tehát rideg tartásban van, szerintem sokkal jobb, de oda is figyelünk, tehát hogy kukoricát esznek, búzát esznek, tehát tiszta dolgokat, tehát nem, tápot nem kapnak. Ez egy házi készítésű csalamádé. A Lenke néni küldte? Igen, Lenke néni küldte, és nagyon egészséges. Mi nagyon sokkal amúgy hordóskáposztát csalamádé teszünk, főleg ilyenkor tényleg rostanyag miatt C-vitamin. Is, meg a C-vitamin miatt is. Hát azt hiszem, nem maradjunk éhen, szerintem vigyük oda a többieknek. Meg. Reggelire fel!